Chiharu Shiota, japán származású, immár több mint 20 éve Berlinben élő és alkotó képzőművész, 2015-ben a Velencei Biennálén képviselte a japán kortárs képzőművészetet. Rá egy évre 2016-ban egyedülálló módon, először Közép-Kelet-Európában, itt Magyarországon állított ki a Szentendrei Képtárban. A Szentendrei Képtárban volt látható nagyszabású fonalakból és régi, rozsdás, sok-sok emléket őrző kulcsokból álló installációja, a Kmeti Múzeumban pedig a mögöttem látható grafikai sorozata. A 9 darabos grafikai sorozatot a kiállítás zárásával a művész a múzeumnak ajándékozta. A művész grafikai munkái tulajdonképpen saját vizuális naplójának a fejezeteiként értelmezhetőek, különböző hétköznapi jeleneteket ábrázolnak, emlékeket jelenítenek meg. Az olajkrétával megrajzolt szuggesztív, sejtelmes árnyalakok, sziluettek, emberalakok kapcsolódásai pontjait és viszonyrendszerét jelenítik meg ezek a vörös vonalak. A művész számára nagyon fontos az emlékek feldolgozása, a traumák feldolgozása. Ezek a rajzok tulajdonképpen egyfajta önanalizálásnak is tekinthetőek. A vörös szín nem csak a papírra hímzett cérnákon látható ezeken a műveken, nem csak itt fontos, hanem egyfajta egyén kiemelő szerepe is van, például a Sor című munkán, vagy a heves érzelmeknek a megjelenítője, mint például itt felül a középső művön a szerelmes pár összefonódásának heves érzelmét jeleníti meg, vagy olyan heves érzelmeket, mint például a Kör című munkán, ahol a hiányt, a gyászt, az elmúlást jeleníti meg.